Az evangélikus egyházban a Vatikántól képzően különleges jelentősége van. Évtizedeken keresztül, a 60-as, 70-es években ez volt az egyetlen hely, ahol ifjúsági táborokat lehetett csinálni nyaranta. Ezekben a nyári táborokban a kulcs személyiség mindig Kis János volt, a különleges kisugárzású evangélizátor, aki gondnokként vezette az intézményt mindnyájunk számára. Meghatározó volt lelkileg az ő magatartása és az ő tanítása. Az 1990-es évek elejétől vezetem a Fóti Kántor képzőintézetet. Így vehettem át a stafétabotot Reitler Gábortól. Tudtuk, hogy az énekeket erősíteni kell, tanítani, hogy a fiatalok, akik oda járnak, ezeket elsőként ez az alapanyag legyen az, amit jól megismernek. Ezeket kísérni kell tudni, először csak harmóniumon, majd orgonán is. A reformációt követő két évszázadban az evangélikusok nem csak korálokat énekeltek Isten tiszteleteiken. A Huszár Gál, ugye a legelső énekeskönyvnek a szerkesztője, azonnal így fogott munkához, hogy lefordította a latin szövegeket mindenki által érthető magyarra, és alkalmazta a liturgikus dallamokat a magyar szöveghez. Épp ezért nagyszerű kincs az, hogy a Gregorián jól művelhető, jól formálható, meg nagyon jól alkalmazkodik a magyar nyelvhez is. Úristen, figyelmezzél a mi segítségünkre! Úristen, siess minket, meg segíteni minden szükségünkben! Úgy érzem, ezt a küldetést kaptam, hogy ezekben az évtizedekben felmutassam a magyar evangélikusságnak, hogy elhagytunk egy istentiszteleti formát, egy nyelvet, a liturgikus éneket, ami pedig hozzátartozik az evangélikus identitáshoz. Magam is tanítani kezdtem ezt a Fóti Kántor képzőkön. Hirdetted igazul a jövendő nemzedéknek. Nagy örömömre nagyon jól fogadták a világi zenén nevelkedett fiatalok is ezt az új nyelvet. Áldjuk mindjárt az Úristent minden időben! Áldjuk mindjárt az Úristent minden időben! Minden koron az ő dicsérete maradjon mi bennünk! Több mint egy évtizede, majdnem minden kántorképző tanfolyamon esti áhítatok, reggeli áhítatok ebbe a rendbe mennek, és megtanulnak a 11 néhány évesek nagyon könnyen zsoltárt recitálni, összetettebb liturgikus dallamokat, gregorián dallamokat énekelni. Megtanulják azt, hogy jelentősége van annak is, hogy egy istentiszteleti alkalmon mikor állunk, mikor ülünk. A koncentrációt segíti az, hogy oda kell figyelni erősebben talán a zenei jelenségekre is. Amikor ez a fajta egyszólamúság, igazi unisono muzsika kerül elő, akkor egyrészt könnyen belekapcsolódik mindenki, hiszen dallamilag egy könnyű anyagról van szó. Másrészt viszont minden hangnak a helyén kell lenni, és ez nagyon sokat segít a zenei nevelésben is. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek. Amen.